Budaörsi Sportfest sajtótájékoztatója fog megkezdődni egy pillanaton belül. Mindenek előtt szeretném bemutatni a meghívott vendégeinket. Szeretettel bemutatom Németh Dorottya fitness világbajnokot, Vörös Zoltán, a Szájtek arcát, hangját, nemzetközi bajnokát, az én később fog arról beszélni, hogy ők mivel készülnek, és egy igazi sportági fenegyereket, Kati Bélát, aki junior emelő világbajnok, és többszörös testépítő világbajnok, és ott hátul az utolsó sorban Kovács Bogó István Ez egy rangos, meghívásos verseny, nem a mennyiségre, hanem a minőségre fogunk rámenni. Nagy egyéniségeit fogjátok itt látni a sportágnak. A Fit Generation verseny egyébként Dorottyához és az új Biancához kötődik. Az új nemzedékünket, a gyerekeket, a nekik kialakított szabályrendszer alapján Fit Generationnek nevezzük, és éppen a Nemzetközi Szövetségbe való bevezetés is történik nálunk. Mondhatjuk azt, hogy a külföldiek is minket követnek. A Power Zónák roppant nagy népszerűségnek örvendenek. Idén szeretnénk bemutatni olyan edzési lehetőségeket is, amihez nem szükséges drága eszköz. Ez például a fegyenc edzés. A legkiválóbb képviselői lesznek itt ennek az edzés típusnak. Akár egy vizes vödörrel is lehet edzeni, vagy bármiféle edzés nélkül. A Kettlebelltől Lakatos Péter a sportág legkiválóbbja, az, aki a programokat garantálja. Be fogjuk mutatni a Mass Wrestling sportágat. Itt az erős fiúk a bal sarokban egy botot próbálnak elhúzni. Ez egy orosz népi tradicionális sport, amit tulajdonképpen bárki űzhet, aki mondjuk küzdősportos volt és húznia kellett a küzdősportba. Ez jó átmenet lesz a szkandereseknek, és én abban reménykedem, mivel ennek megszereztük a képviseletét, hogy néhány éven belül ebben is a világ legjobbjai leszünk. A kiöregedő badisokat majd rábeszéljük, hogy esetleg ebben a sportágban is szerencsét próbáljanak. Nem, természetesen az itt ülő urak kivétele. És Zoli, most jön az, amikor neked kellene beszélni arról, hogy a Szájtek, a cég, akit képvisel, mivel fogtok ott előállni? Én megpróbálom ezt mikrofon nélkül, remélem, hogy a kamera is jól hall majd. Először is engedjék meg, hogy én is köszöntsem a média képviselőit, minden sportolót, a támogatókat és mindenkit, aki ezen a mai napon itt megjelent. A tavalyi évben én már ugyancsak látogatóként, de részt vettem ezen a rendezvényen, és elmondhatom, hogy nagyon tetszett. És idén a Szájtek Nutrition cég is képviselteti magát, amit nagyon boldogan és büszkén jelenthetek be. Mi egy 100 négyzetméteres standdal fogunk megjelenni a rendezvényen. Bízunk abban, hogy ez is egy picit emeli a színvonalát, a fényét ennek a rendezvénynek. Természetesen ez magában vizuális élmény, de ez kevés. Ezért akik majd életet fognak vinni ebbe a standba, azok a Team Szájtek sportolói lesznek. Férfi vonalról nemes egyszerűséggel mondhatnám úgy, hogy a vasak harcosainak elitje, vagy modernkori radiátorok, tehát testépítők, a teljesség igénye nélkül csak pár név, akár Kati Béla, akik készülnek és indulnak a versenyen, Boros Kornél, Berecki Krisztián, Csuhai János is itt lesz. A hölgyvonalról a legszebb, a legjobb hölgyek lesznek nálunk. Elfogult vagyok, mert a mennyasszonyom is itt lesz, Nagy Bettina, akkor hogy értsük, miért vagyok elfogult. Háromszoros világbajnokról beszélünk. Így van, Toldi Zsuzsanna is velünk lesz. Ezen felül, hogy valami maradandót is próbáljunk nyújtani azoknak, akik hozzánk is ellátogatnak, természetesen lehet velünk beszélgetni, úgynevezett rajongók, autókártyák írása, közös képek készítése, de akik nem feltétlenül csak a mi kedvünkért jönnek el, próbálunk nekik is valamit ajándékozni, ezért a verseny menetét figyelembe véve próbálunk a szünetekben, illetve a bizonyos átfedések időszakai alatt ajándékokkal kedveskedni a résztvevőknek. A Szájtek Nutrition 6 kategóriába fog díjazni, illetve szeretnénk felajánlani két exkluzív Szájtek 20 karórát, ami a cég 20 éves jubileumára készült, egy hölgy, illetve egy férfi vonalról. Tulajdonképpen dióhéjban ennyi, és nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehetünk a rendezvényen. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Szeretném elmondani, hogy itt viccelődtem az elfogultsággal, de a hölgy, akit emlegettünk, valóban egy háromszoros világbajnok, Nagy Bettina, aki
kezdők szerencséjével robbant be annak idején a Fitparádé versenyünkre, és azóta gyakorlatilag minden olyan versenyt megnyert, ahol korrekt volt a pontozás. Ezt tegyük hozzá, és ez így igaz. Az Oli készíti föl a Bettinát, ő az őszi szezonban fog versenyezni. Említettem még a több sportágunk fene gyerekét, Kati Bélát, aki szintén néhány szóval köszönteni az egybegyülteket. Jó napot kívánok, Kati Béla vagyok, testnyugtő világbajnok, és Csóai János barátommal érkeztem ide a versenyre. Mi abhoz apropó vagyunk, itt ugye első körben én is Cytec Team tag vagyok, és a Cytec Nutrition fogjuk képviselni a Cytec standot. Második körben a Hoistot fogjuk képviselni. Ez a Mentis Team-nek az egyik gépparkja, tehát ez egy géptípus. Igazából ezeket a gépeket fogjuk kiállítani, azt hiszem, hány négyzetméteren, Vilkó? Ezt esem? 200 négyzetméteren, ami meggyőződésem, hogy piacot fog robbantani most a fitness iparágban, úgymond a fitness termékben, úgymond kötelező lesz ennek a megvásárlása, illetve a beszerzése teremben. Azért is gondolom így, mert amikor megismertem ezt a céget, és elmentem elsőnek a Baló Wittmann Romeo-val tárgyalni, amikor én elkezdtem építeni a Cutler franchise hálózatomat, a Cutler gymeket, akkor egyből egy olyan benyomásom volt a cégről, hogy nagyon profi, utána megtudtam utólag, hogy 150 edzőtermet rendezett már be, illetve nagyon sok gépbeszállítónál és nagyon sok cégnél voltam már, és ez gyűjtött le a legjobban. Pláne amikor megérkeztek a Hoist gépek, és kipróbáltam őket, el kell mondjam, hogy ez olyan érzetem volt, hogy ez kell, ez muszáj, ez be kell raknom az edzőtermeinkbe, mert ezzel lesz a termem nyereségesebb, és ezzel lesz több az többi edzőteremnél, és meggyőződésem, hogy a jövőben, aki nem fog Hoist gépeket berakni az edzőtermbe, az bizony nem marad, mert hogyha valaki egyszer kipróbálta, vagy egyszer betéved egy ilyen edzőteremben, ahol ilyen gépek vannak, és ki fogja ezeket próbálni, akkor azt érezni fogja a különbséget. A rendezvényen reggeltől estig ott leszünk, ki lehet próbálni meg gépeket, Jancsival bemutatjuk őket, illetve a Cytec Team standnál találtok meg minket. Ennyit szerettem volna mondani. Béla, valamit elfelejtettél. Először is két versenyződ indul. Másodszor te magad mit szervezel Debrecenből? Én egy buszt szervezek ide, egy rajongói buszt, illetve most már kettőt, és Debrecenből jönnek szurkolni Bereszki Krisztánt, Bósz Kornak és egyértelműen a többi magyar versenyzőnek is, a többi sportágban is a rajongók, és remélem, hogy a Kornél meg a Krisztán lehető legjobban fog szerepelni. Úgy legyen. Köszönöm szépen, hogy